Emlékszel, csináltunk egy videót a mesterséges intelligenciáról, meg a Lufiról, és ezt sokan félreértették. De volt egy barátom, aki azt mondta, hogy figyelj Tibor, hogy nincs mesterséges intelligencia, hát én napi szinten használom. És én azt mondtam neki, hogy figyelj, te nem a mesterséges intelligenciát használod napi szinten, hanem a ChatGPT programot, ami egy szöveggeneráló, képgeneráló program, de nincs benne semmi intelligens. Nincs az intelligenciának van három, legalább három jellemzője, az egyik, hogy tud gondolkodni, a másik, hogy tud dönteni, és a harmadik, hogy tud új dolgot kitalálni. De ez a szoftver ezt nem tudja, egyiket se tudja. Ez a meglévő adatokból létrehoz valamit. Létrehoz képet, verset, weboldalt, szöveget, esszét, még politikai szöveget is tud csinálni, de ezek nem új gondolatok, hanem a meglévő, benne lévő gondolatoknak az újra fésülése. De gyakorlatilag olyan, mint egy készletkezelő program, ami igazából megmondja, hogy ma mennyi a készlet, és ez valóban egy új lista számára, de gyakorlatilag újdonságot nem tesz hozzá. Úgyhogy nem mesterséges intelligenciát használ, mondtam a barátomnak, hanem egy szöveggeneráló programot. És mondtam még egy dolgot, hogy az, hogy mi a mesterséges intelligencia, annak van egy definíciója. Egy tudósok által meghatározott definíciója, és a ChatGPT program ennek nem felel meg. Tehát nem mondhatjuk rá, hogy mesterséges intelligencia. És még egy érdekes dolgot mondok neked, csináld meg, ha van kedved, hogy mutasd meg ennek a ChatGPT-nek egy IQ tesztet, hiszen ugye az IQ teszt az az intelligencia mérése. Tehát, hogyha ez tényleg mesterséges intelligencia, akkor ki kell tudnia tölteni egy IQ tesztet. És én nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, majd légy szíves, mondd el, hogy hányas IQ tesztje van ennek a szoftvernek. Én a nullát mondom, teszek rá is egy kis pénzt, de én azt gondolom, hogy ebben semmilyen intelligens nincs. Én elemeztem ennek a szoftvernek az eredményét, a munka eredményét, akár szöveg, vers, kép. És ami számomra lejött, az a középgyenge. Tehát gyakorlatilag az a ChatGPT által készített anyagok, ezek olyan, mint a McDonald's. Nincs hibája, nem romlott, nem rossz, de igazából nem szeretnénk minden nap McDonald's-be járni. És ez a szoftver ezt a minőséget hozza. És a középgyenge szóról két szó ugrik be, az egyik az olcsó, a másik a cserélhető. Ha belegondolsz, a McDonald's viszonylag olcsó, és a McDonald's gyorsan cserélhető, bármelyik más hasonló étkezde gyakorlatilag ugyanazt kínálja. Tehát egyik zárva, megyünk a másikba, harmadikba, negyedikbe. És ez nem gond egy étteremnél, de ha belegondolsz, hogy aki ezt a szoftvert használja a munkájához, akkor ez a két szó nagyon gyorsan meg fog jelenni az életébe, hogy olcsó és cserélhető. Tehát az ő munkája hirtelen elkezd olcsóvá válni. Hiszen nagyon sokan tudják ezt végezni, hiszen a McDonald's is azért kell, hogy olcsó legyen, mert van 100 másik hasonló vacak. És a cserélhető szó, tehát ettől kezdve, hogyha te ChatGPT-vel írod a munkádat, akkor cserélhető vagy, hiszen azt a minőséget nagyon gyorsan bárki minimális szakadással meg tudja csinálni. Tehát ilyenkor ezeknél a munkáknál az olcsó és a cserélhető szó jön elő, és ezt végig gondolni, hogy akarsz-e ezbe a piacba belépni, az olcsó és cserélhető piacra. És még egy gondolat, hogy ez nem egy új dolog, ez a ChatGPT gondolkodás. Ez például megjelent az óráknál, amikor bejöttek ezek az elektromos órák, a kvarcórák. Mi történt? Az történt, hogy bejöttek a nagyon olcsó kvarcórák, és az egyedi kézzel gyártott órák ára pedig az egekbe felszökött. 10-szeresére, 20-szorosára. Bejött a Volkswagen Bogár. Mi történt? Levitte az árakat, abban a pillanatban megjelent mondjuk a Cadillac, a Rolls-Royce. Tehát amikor valamilyen piacon megjelenik az olcsó, egyszerű, cserélhető, abban a pillanatban elindul az egyedi kézzel gyártott piac. Mert az embereknél igény van a minőségre. És nem igaz az, hogy mindenki az egyen vackot fogja kérni. Sokan fogják kérni, sokan járnak a McDonald's-be, de igazából az igazi nagy üzlet az az egyedi, az igazi séf által készített étel, és nem a GPT által gyártott mesterséges hamburger, meg a mesterséges krumpli. Hogy az igazi óra fontos nekünk, az igazit keressük. És valóban lesz egy piac, ahol egymást fogják gyilkolni ezek a ChatGPT-s szakértők,
és lesz egy másik piac, és mindenkinek el kell dönteni, hogy melyik piacra akar belépni.